El tudtad engedni anyukádat? Sose fogom. És nem tudom, hogy erre egyébként fel lehet-e magát készíteni az embernek. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá, vagy ne jutná eszembe. Igen, nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt. Nagyon sokáig éreztem azt, hogy valószínűleg nem élném túl, hogyha vele történne valami. Beteg volt. Ettől függetlenül mégis váratlanul történt ez a dolog. Viszont onnantól kezdve, hogy van egy gyereked, mindent felülír. És miatta kell erősnek lenni, miatta kell csinálni, ő nem láthatja ezt rajtad. Beszélgettünk is ezekről a dolgokról. Annyira erős voltál, hogy Patrik előtt nem is törtél össze? Nem. Nem sírok előtte. Nem. Ő 6 éves, ő még ezt úgy nem igazán értené. Igazából annyit mondtam neki, hogy a mama most már az angyalokkal van, és amikor gyújtunk egy gyertyát, akkor azt ő látja és tudja, hogy gondolunk rá. És szerintem egy kis gyereknek ettől többet így nem is nagyon kell erről tudnia. Ezt a terhet meg én cipelem, és valószínűleg nem, tehát a mai napig hihetetlen. Mi mondom, tényleg minden nap eszembe jut, nagyon sokszor gondolok rá, nagyon sokszor gondolok arra, hogy milyen, igen, hogy felhívom, nem tudok egy receptet, mindig ő segített. Jó lett volna, hogyha megismert téged, jó lett volna, hogyha tényleg esetleg úgy adódik, és lesz egy közös gyermekünk, akkor ő ott van, és ezt így átéli. És tudod, az fáj a legjobban az egészben, hogy ő élni akart. Ő nagyon akart élni. Tehát aki nekem azt mondja, hogyha igen, ott vagy és csinálod, és nem adod fel, akkor nem. Ennek ellenére ez megtörtént. És ő viszont, és akkor így összefügg már a két dolog, amiről beszéltem, ő viszont későn ment el orvoshoz. Mert nem hitt benne, nem hitte azt, hogy az... Hasonló betegsége volt, mint neked? Daganata volt, igen. Nem nőgyógyászati jellegű, de daganata volt. És ő viszont későn ment el. És hiába volt, hogy nem volt betegségtudata. Nagyon erős nőről beszélünk. Nagyon erős volt. Végig úgy csinálta, hogy szinte lenyűgöző volt. 27 sugárkezelésen voltunk túl, és 2 hét kemoterápián. És egy rossz szava nem volt. És ennek ellenére megtörtént ez a dolog, szóval ezért mondom azt, hogy mennyire fontos, hogy az ember időben elmenjen, és vizsgáltassa ki magát.